14 éve ezelőtt kezdte meg működését a Karol Vojtila barátságközpont. Akkor Bárkányi Ernő, a Szent Miklós templom plébánosa áldotta meg a szegények ételét, így indult az Egressy utcai népkonyha missziós tevékenysége. A rendezvényen Lévai Jánosné képviselő, az egyházügyi munkacsoport vezetője tolmácsolta a városvezetés köszönetét a ház munkatársai felé. Megköszönte, hogy az elmúlt 14 évben időt, fáradtságot nem kímélve dolgoztak a társadalom perifériájára szorult emberekért. Ünnepi beszédet mondott Farkas P. József, a Vojtila ház alapító igazgatója, aki meghatottan emlékezett vissza a kezdetekre. Elmondta, az elmúlt 14 évben 5110-szer sikerült melegétellel vendégül látniuk a rászorulókat. Ez pedig nem ment volna földi és égi segítőik nélkül. Végezetül a résztvevők Jenei Gábor atyával együtt mondták el a közös imádságot és az asztali áldást.